A gyerekek nagyon örültek a lovaknak és lovasaiknak, ilyet nem minden nap látnak. A lovasok a gyerekeknek bemutatóval készültek, utána pedig a kicsik közül jó néhányan beálltak a sorba, és mint a huszárok meneteltek, huszárcsákóval a fejükön. Ezt minden évben meg szoktuk tartani, a gyerekek nagyon szeretik, nagyon kedvelik, és én azt gondolom, hogy méltó módon emlékezünk gyakorlatilag március 15-e hagyományaira. És ami most új dolog volt, ami újszerű volt, hogy meghívtuk ide az iskolába a lovas huszár bandérium néhány tagját. Azt is örömmel hozzáteszem, hogy hát elsősorban szülők jöttek el, nem jött el mindenki, ugye dolgoznak, illetve volt diákunk, és ugye megszervezték, eljöttek, nem az iskolába, hanem 9 órakor találkozás volt a múzeum előtti téren, és ott felálltunk, és ott vártuk tulajdonképpen a lovakat, illetve a lovasokat. Hát megérkeztek, nagyon nézték a gyerekek, nagyon örültek, azért ilyet nem mindig látnak, nem minden nap és nem minden évben nézték. Aztán a lovasok nagyon felkészültek, gyerekeknek bemutatóval készültek, lépegettek a lovak, emelgették a lábukat, nagyon ügyesek voltak, és utána pedig a kicsik közül jó néhányan beálltak a sorba, és hát mint a huszárok, meneteltek, mint igazi huszárok, azért mondom, hogy igazi, majdnem igazi huszárok, mert nagyon sok huszár csákót hoztak magukkal, és fiúknak a fejére tették, és hát nagy volt a boldogság, mindenki ment, mindenki lépegetett, és mindenki nagyon jól érezte magát. Ezt követően pedig visszamentünk a tornaterembe, és ott a program, a projekt tovább folytatódott. Mindenki nagyon jól érezte magát, a program a tornateremben folytatódott. Ott a Pilvax kávéházat elevenítették meg a márciusi ifjakkal. Pilvax kávéházat elevenítettük meg, illetve benépesítettük a kávéházat. A márciusi ifjakkal fotókat nézegettünk, és hát ugye erről beszélgettek a tanítónénék. Nem sokat nyilván, mert nem ez volt a cél. Nagyon szeretik a gyerekek a projektnek azt a részét, amikor Táncsics Mihályt kiszabadítják a börtönből. Ez minden évben, ez nagyon tetszetős dolog, és amellett, hogy tetszetős, ugye tudnunk kell, hogy ráadásul igaz is volt. Na most azt is tudni kell, hogy előzetesen a pedagógusok mindig felkészítik a gyerekeket, tehát készülünk ennek a projektnek a megvalósítására, mindig felkészítik, és én azt gondolom, hogy illetve hát reménység szerint a gyerekekben azért marad meg valami érték, ami tulajdonképpen a cél. Na most az általános iskola az 9 órára ment ki a múzeum parkba, de az óvodásokat is meg kell említenem, ők pedig 10 órára jöttek ki, és hát ugye ők is nézték a lovasoknak a bevonulását, felvonulását, ők is meneteltek, huszár sapkát kaptak, tehát ez a program megismétlődött a kicsi óvodások körében, és hát a kicsi gyerek fején a nagy huszár sapka, nagyon aranyosak voltak, és köszönjük szépen a huszár bandérium tagjainak, elsősorban ugye a szülőknek, akik ezt bevállalták, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, és gondolkodunk, hogy jövőre is legyen valami újszerű, legyen valami más, hogy le tudjuk kötni a gyerekeket, és azt tapasztaljuk, hogy ha van ilyen
újszerű, amihez tudja a gyerek kötni. Például ugye most március 15-ét a nemzet ünnepet, hogy felvonulnak a huszárok, akkor ez úgy látványos, ugye vizuálisak vagyunk, felnőttek gyermekek, és jobban megmarad bennük. Másnap az óvónők szervezésében a Nagykun Honvéd banda tagjai bevonultak a Talentum óvodába, és a katonadalokkal nagy hangulatot csináltak a kicsiknek. Az óvónők szervezésében, hát ilyen sem volt, meghívást kaptak a Nagykun Honvéd banda tagjai, szép számmal eljöttek, felvonultak a Talentum óvodába, és hát húzták a katonadalokat, nagyon nagy hangulatot csináltak, csinnadratta, ahogy ez kell, úgyhogy nézték a gyerekek, mi is itt hallgattuk, ez kimondottan az óvodának volt a projektje, pontosabban annak egy része, úgyhogy a zenekar tagjainak is szeretném megköszönni, hogy első szóra igent mondtak, jöttek és bevállalták ezt a szép alkalmat.